Hatalmas volt a nyüzsgés vasárnap egész nap 60 belvárosában. Mindenhol babakocsis családok, gyermekek, nagyszülők voltak. Gyermeknap alkalmából aktív programokat kínáltak mindenkinek. Ügyességi játékok, kézműves foglalkozások mellett sportvetélkedőket is tartottak. Volt sorverseny és hetes rúgóverseny is. Akit elkapott a kreativitás, az aszfaltra alkothatott kréták segítségével. Így tett Kovács Marcell is. Itt a gyereknapi rajzversenyen részt vettem. Így eljöttünk így nézelődni a színpadnál. Sok mindent csináltam még azon kívül. Azt mondta, neki ezen a napon legjobban az ugrálóvár tetszett, így azt rajzolta le a Kossuth térkövére. Népszerűek voltak a körhinták, a buborékfújók, de sokan ültek be a rendőr és mentőautókba is. Kátai Dániel, ha nagy lesz, rendőr szeretne lenni, azért mert tetszik neki a munka, amit a rendőrök végeznek. Amikor a rendőrök üldözésbe veszik a bűnözőket, és például a másikban is mindig azt csinálják, hogy elkapják és rögtön elviszik őket. A színpadon fellépett a Citkár, a Fortuna TS-e, műsort adtak a Csicsergő Ovisok, de tartottak mesejátékot és bábelőadást is. Bemutatkozott a Dream Kutya iskola, a Dalvarás kórus pedig több dalt is előadott. A Dalvarázsosokat hallgattuk meg, de egyébként hát amennyire lesz kapacitás a gyerekeknek, megnézzük, hogy milyen műsorok lesznek. Az arcfestés az nagyon vonza a gyerekeket, úgyhogy a kislányom ő ott ragadt, mi meg körbenézünk. Horváth Richárd polgármester leszögezte, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több gyermekeknek, családoknak szóló program legyen a városban. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a 60 évek olyan szolgáltatást kapjanak a városban, amelyre büszkék lehetnek. És azt gondolom, hogy aki most így szétnéz a gyereknapon, az pontosan látja, hogy miről beszélünk, hiszen nagyon sokan jöttek ki, nagyon sok gyerek van a főtéren, és jól érzik magukat. Mindemellett a tűzoltóságon is nyílt napot tartottak. A gyermekek szétnézhettek a laktanyában, felpróbálhatták a sisakokat, felmászhattak az autók utasterébe, sőt egy próbariasztáson is részt vehettek. Az útvonalon pedig a vízsugarat is kipróbálhatták. Hát az, hogy megnézhettük az eszközöket, nagyon jó volt. Locsoltam, felültem a tűzoltó kocsia. A nap a Kispárna Mese zenekar koncertjével ért véget.